A szalagkorlátot is átszakították, a balesetet szenvedett kamionok ma délelőtt az M5-ös autópályán a Lajos-Mizsei pihenőnél. Két kamion és két személyautó ütközött össze, az esetben hárman megsérültek, egyikük súlyosan. A helyszínre mentő helikopter is érkezett, a járművek mind a Szeged, mind a Budapest felé vezető oldal teljes egészében elfoglalták. A rendőrök a sztráda forgalmát mindkét irányba a Lajos-Mizsei pihenőhelyeken keresztül elterelték, így a forgalom folyamatos volt, de jelentős torlódás alakult ki.